A Patera háromnapos rendezvénye alatt az 1594-es török-magyar háborút elevenítik fel a hagyományőrzők. A hadászatilag is felépített rendezvény harmadik napján robban a várkapu egy elmész szerkezet hatására, amelyről a rendezvény a nevét kapta. A hetedik alkalommal megrendezett fesztivált értékelte a szervezők egyike, Zombori Mihály. Sok szép élménnyel, emlékkel. A lényeg az, hogy Pálffy kapitány visszafoglalta a várat. Nagyon sok munkával, talán a kiemelkedő két-három eseményről egy néhány szót mondanék. Meglepetésszerűen rengeteg hagyományőr érkezett. És itt a narrációban elmondták Finnország, Olaszország, Ausztria, Cseh, Szlovákia, és nem utolsó sorban hazai hagyományőrök. Ami nagyon nagy öröm számomra, hogy 370 néptáncos jött el, és együtt mulattunk, együtt énekeltünk esténként. Nagyon sokan látogatták meg a kiállításainkat, és hát nagyon elfáradtunk. Természetesen a szervezők a rendezvényt követően összeülnek és értékelik az egész fesztivált. De ilyenkor már a következőn is gondolkodnak, hogyan lehetne jobb és látványosabb. Minden évben természetesen, amikor a robbanás megtörténik, utána már azon gondolkodunk, hogy hogyan tovább, hogyan szeretnénk a következő évet megcsinálni. Ugye minket köt egy picit a történelmi hűség, barátommal, Hozák Attilával, illetve itt most már több száz főse duzzadt hagyományőr csapattal átbeszéljük az idei és az elmúlt 7 év tapasztalatait, és újra gondoljuk a következő éves patarát. Az időjárás azért most már több éven keresztül egy picit ellenünk dolgozott, de látva a nagyon boldog látogatókat, nézőket, úgy gondolom, hogy megéri tovább csinálni.